Tényleg minden érdem a játékosoké, mert nem nézve arra, hogy első percekben kaptunk a gólt, folytattak azt, amit próbálunk megvalósítani a pályán, ezt a támadó játékot, ezt az agresszív letámadást, és volt pár hiba még elején, amikor hibáztunk a középzónába, és engedtünk ezeket a kontrákat. Fél időben megmutattunk nekik, hogy mit kellett javítani, és hogy láttunk másik fél időben teljesen az ellenfélnek nem volt esélye, nem csak a kapura lőni, hanem alig mentek át a félpályán. És én szerintem ez a hit, ez az akarat, ez a győzelemi vágy meghozta megint az utolsó pillanatokban a győztes gólt, és hát annyit mondtam az öltözőben a srácoknak, hogy bravo, tényleg megérdemeltünk, győztünk. Jurek Gabi ugye a tizedik gólját szerezte, és ha jól tudom, ebből nyolcat is csereként lőtt. Mi kell még neki ahhoz, hogy hosszabb távon majd kezdőként számolj bele? Hát elsősorban, hogy egészséges legyen, mert ő végig nem edzett velünk, és megint már hanyadik mérkőzés, csak úgymond beledobom a legmelegebb szituációkba, még azon kívül, hogy nem is edzi velünk, hanem külön van a rehabusokkal. Megint az orvosi stáb nem engedte a játékát, de én is úgy hogy érzem, hogy van benne gól, és ő ezt megcsinálja, ami nagy köszönet szerintem a szurkolóktól, a stábtól, a játékosoktól hozza nekünk a győzelmeket. Ha van Kuznyecov time, akkor ez mondjuk már szószjár szerűség, csodacsere Gyurek, úgy mondhatjunk is. De ha komolyanra fordítom, akkor igen, ő egy kicsit küzd már a hanyadik, már egy hónapja körülbelül egy problémával, ami mindig jön, aztán 3-4 nap nagyon fájdalja ezt az a dolgot, utána megint a meccsre. Pont ma dőlt el a mérkőzés előtt, amikor volt nekünk délelőtt még stretching, aktiváció, akkor dőlt el, hogy ő is szeretne válni a mérkőzést. Mondom, nagyon, nagyon örülök annak, hogy van benne küzdeni akarat, és megteszi minden a csapatért, és hozza a gólokat, ami segíti bennünket a győzelmehez. Ez nem feltétlenül a mai 90 perccel kapcsolatos, de azt lehet tudni, hogy a Gera Dani vissza tud térni még ebben a bajnokságban, vagy inkább majd csak jövőre számítsunk rá? Igazából nagyon nehéz kérdés. Ahogy tudjátok, a Gera Dani majdnem egy hónapja válogatott rehabossal foglalkozott. Az ő volt problémája, ami felmerült, és mi nagyon reméljünk, hogy még tud, még ebbe a bajnokságba is és játszani. Annak örülök, hogy most láttam az öltözőbe, hogy visszatért, az már jó jel. Reméljünk, hogy pár napon belül a tesztek után a szépen finoman megpróbáljunk őt is visszahozni a csoportba, mert hiányzik, és ő is tudna. De összesítésben most mondtam nekik, hogy minél közebb vagyunk a bajnokság végéhez, annál többen vagyunk. Szóval örülök, hogy térnek vissza ezek a volt sérülésekből játékosok, és egyre többen vagyunk, egyre több lehetőségem van belenyúlni a mérkőzésbe. Még annyit szeretnék, hogy bizonyára te is hallottál a közelmúltbeli pletykákat. Jelenleg hány százalék esélyt adsz arra, hogy jövőre is te vezeted majd a Diósgyőrt? Hát elsősorban én DVTK edzője vagyok, semmivel mással nem foglalkozok, mint a csapattal. Nyilván meg nagyon sok dolgot le kell fixálnunk az elnökkel, a vezetőséggel, hogy tiszta képünk legyen, hogy mit szeretnénk a NB1-be. Hát remélem, hogy ezeket a dolgokat minél hamarabb letisztázunk, és én annyit mondhatok, én boldog vagyok Miskolcon, mindent teszem a DVTK sikerért, és remélem, hogy azt, amit elterveztem, az, hogy a miskolciak emberek újra büszkék lehessenek a csapatokra, meg is fogom valósítani. Köszönöm szépen!
szoktál-e kézilabda mérkőzéseket nézni? Mert a mai mérkőzés picit olyannak tűnt, mint amikor a kézilabdapályán felállnak a védőfalak, és a támadó pedig körbeadogatja, jobbról indul, aztán átviszi balra, majd vissza jobbra. Hát vicc nélkül mondtam a srácoknak, hogy ez az egyik elem a bontásért, szóval a gyors forgatás, mert nem mindig ezt csináltunk sajnos, többször akartunk közepén betörni, ahol nagyon sok és tömör a védelem, de ezekből is használunk a kosárlabdából, és például használunk a hármasokat, a blokkolásokat használunk, szóval mindent, ami úgy gondolom a segítségre jön a csapatunknak, én mindent szeretném kihasználni. Kozár Mislenyben is ma is klasszikus center nélkül állt fel a Diósgyőr, viszont megvolt mégis a Kozár Mislenyben sokat forogtak a támadók, ma talán kevesebbet. Ez kényszerszülte megoldás volt, vagy ezt látta célra vezetőnek? Hát tudjunk, hogy most Apple kórházba volt, nem számítottunk, és igazából nincs is az, aki mondjuk klasszikus 9-es, és Kozám is már megpróbáltunk, és az első fél időm nem nagyon jól ment, amikor cserélgettek, és én akkor döntöttem azt, hogy hagynom a széleken a úgymond szélsőket, és az Attilát inkább úgy kihasználom, mint annak az időben a Guardiola Messit, ilyen fals 9-esnek, és egyre jobban kezdtünk játszani, helyzeteket dolgoztunk ki, és jól néztünk. Ma egyből úgy kezdtünk, és megmondom összesítésben, hogy kicsit pontosabbak lennénk a végén, elég jól nézett ki ez az egész struktúra. Nyilván finomítanunk kell, de ha ezt nézzünk, akkor mondtam is mérkőzés előtt, hogy új messzink érkezett hozzánk, aztán na, rajta nevetett az Attila természetesen, de neki is tetszik ez a játék, mert itt nagyon szabadon tud helyezkedni, szabadon tud döntéseket hozni, szóval csak a lényeg az, hogy egy kicsit jobbak legyenek ezek a döntések, és még jobbak leszünk.